Crosscore edzés zajlik a klímás edzőteremben. A nagy hőségben sokan hajnalban indulnak futni, de még többen zárt hűtött teremben végzik el megszokott gyakorlataikat. Edzeni azonban csak ésszel lehet, mert ha nem megfelelően kezdünk bele testünk erősítésébe, akár árthatunk is magunknak. Déli tűzőnapon senki ne vállaljon be edzést, nem tesz jót a szervezetének, túlterheli vele a szívét, egy felesleges megevőtető blokkot tesz bele a munkájába. Keresse a délutáni, késő délutáni időpontokat és az árnyas helyeket, ha szabad téren akar edzeni. A légkondicionált termek azok nagyon-nagyon jók, ott végig lehet vinni az edzést bármely napszakban. Én vagy az esti időszakokban javaslom az edzéseket, hogy végezzék, vagy pedig a konditermes edzések légkondicionált helyiségben zajlódjanak. Itt pedig már EKG vizsgálatra készítik fel a beteget. A vérnyomás, pulzusmérés és a koponya CT mellett ez az egyik olyan vizsgálat, amellyel beazonosíthatóvá válik a stroke. A szélütésként vagy épp gutaütésként is emlegetett betegség Magyarországon a halálozási ráta 3. helyén szerepel. Ezért fontos a gyorsaság. Ha a betegek észlelik a tüneteket, azonnal kórházba kell menni. Stroke esetében a minden perc számít szlogent nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Rendkívül fontos az, teljesen logikus, és önmagától is az ember logikusan kikövetkeztetheti, hogy minél több időt van egy agyszövet vérellátás hiányában, így oxigénellátás, tápanyagellátás hiányában, annál nagyobb eséllyel pusztul, akár végleges károsodások is érhetik. A gyorsaság tehát abban segít, hogy ne maradjon végleges, maradandó károsodás. A tévhittel ellentétben pedig akár már egy hét múlva haza is mehet a beteg. A sztrókot elszenvedett betegek a kórházban eltöltött ideje általában a sztrók súlyosságától függ. Nyilvánvalóan egy enyhébb esetben, vagy egy jól gyógyuló, hatásos terápiát követő esetben akár egy héten belül is távozhatnak. Olyan esetben, ahol nagyon súlyos tünetek, teljes beszédképtelenség vagy teljes bénulás alakul ki, ez hosszabb időt vehet igénybe. Ha már olyan állapotba kerültek a betegek, hogy önállóan meg tudnak ülni, vagy egy kis segítséggel felállni képesek, akkor nem is biztos, hogy egyből haza kerülnek, hanem úgynevezett stroke rehabilitációs részlegre, ahol a további gyógyulás biztosított számukra. A stroke tüneteiről, felismeréséről, kezeléséről jövő csütörtökön még többet tudhatnak meg Vén nélkül című műsorunkból. Most a híradó után azonban a nyári edzés helyességéről kaphatnak információt Életmód Egészség magazinunkban.